Természetesen a két pontért. Meccsen is látunk, hogy nagyon jó formában vannak, hogy mindenik poszton volt jó teljesítő játékos, hogy így most a Győr ellen bebizonyult, hogy valóban nagyon jó csapattal játszottunk. Így azért nem olyan szomorú ez az eredmény, azt gondolom, amit elértünk. Szerettük volna felvenni a kesztyűt, nyilván nem feltartott kézzel mentünk ki ellenük. Nagyon sok zicsert hibáztunk, csak a felét belőjük, akkor megint más kép alakul a mérkőzés, de azt gondolom, hogy tisztes helytállás volt. Hogy küzdöttek végig. Attól függetlenül, hogy vezetett ellenfél, hogy jobbak voltak nálunk, de nem adtak egy pillanatra sem. És úgy gondolom, hogy ebből tovább lehet építkezni. Zicser problémáinkon mindenféleképpen kell javítani. Azért tudjuk, hogy gyors lerohanásokkal szeretik megnehezíteni az ellenfél dolgát. Nagyon jó lövőjátékosaik vannak, nagyon jó cselezőjátékosaik vannak, tehát az egy-egyekre, kettő-kettőkre mindenféleképpen kell figyelnünk. Sok mindent kell javítani nekünk a csapatjátékban, és nagyon készülünk erre a meccsre. Úgy megyünk az MTK-hoz, remélem, hogy van mit keresni vala a MTK pályán, és bízunk benne, hogy sikerülni fog jó játékkal játszani, és elhozni onnan egy-két pontot. Felkészülés az megint más, nem mindenki játsza ki akkor a legjobb ütőkártyáit, ahogy ezt mi sem tettük, úgyhogy remélem, hogy fogunk tudni meglepetést okozni majd szombaton. Gyorsak rohannak, meg készítik az átlövéseket. Küzdelmes, izgalmas meccsre számítok. Nyilván náluk is voltak változások, szerintem abszolút nem gyengültek, egy nagyon jó mérkőzésre számítok. Hogyha betartjuk a Daninak az utasításait, illetve tényleg ugyanazt a küzdelmet tudjuk hozni, ami a Móvár ellen volt, akkor reális sanszunk van arra, hogy elhozzuk a két pontot.